Sziasztok! Barát Bálint vagyok. Ez itt a Max for Life használatát bemutató sorozat 4. epizódja. Ma a digitális jelfeldolgozás egy különleges eszközével, algoritmusával foglalkozunk, a Fourier transformációval. A spektrális effektek létrehozásához bele kell látnunk a hangokba. Ehhez egy matematikai műveletet, Jean-Baptiste Fourier, francia fizikus-matematikus felfedezését kell használnunk. Fourier kimutatta, hogy a hangok leírhatóak trigonometrikus, színusz és koszinusz függvények összegeként. Ezzel a módszerrel minden hangot fel lehet bontani azok elemi építőköveire, a színusz összetevőikre. Az elkészült analízis adatokból aztán különböző nézetek készíthetőek, melyek információkat adnak az összetevők frekvenciaértékeiről, amplitudóikról, és a szonogramok esetén az időbeli változásaikról. Itt láthatjátok egy hangminta szonogramját, melyben az X tengely az időt, az Y tengely a frekvenciát, a szín, jelen esetben kéktől pirosig, az összetevők hangereik mutatja. A kék a halk, a piros a hangos. A bordázottság megjeleníti azokat a tartományokat, ahol tisztán érzékeljük a hangmagasságokat. A Fourier transformációnak sokféle felhasználása van. Szerencsénkre a modern számítógépek lehetővé teszik a valós idejű analízist, ezzel utat nyitva a spektrális effekteknek. Elsőként a PlugGo for Live nevű csomag egyik eszközét használjuk, a Spectral Filtert. A patchbe kukkantva láthatjuk a PFFT tildét, ez teszi lehetővé a Fourier transformációt a Maxen belül. Egészen pontosan egyébként FFT-t csinál, ez a Fast Fourier Transform rövidítése, ez egy fajtája a Fourier transformációnak. A PFFT tilde egy másfajta objektum, mint amiket eddig néztünk. Rákattintva egy külön világban találjuk magunkat, melynek megvannak a maga be-kimenetei és programozási technikái. Az objektet nézve látható, hogy különböző információk szerepelnek a neve mellett. Ezek az objektum argumentumai, melyekkel minden objektum rendelkezik. Ezeknek a segítségével tudjuk specifikusan finom hangolni az objektumokat. Minden objektum referencia ablakában megnézhetjük az argumentumait. Itt először a nevét látjuk, majd az FFT size-ot, amivel megadjuk azt a frekvencia felbontást, melyen a PFFT végrehajtja a transformációt. Ez itt most ugye 1024, tehát a PFFT tilde összegyűjt ennyi mintát, és azután végrehajtja rajta az FFT-t. Most a mintát a sample értelemben használom, tehát a jelünk digitális reprezentációjának atomjaira gondolok. Ugye a PFFT-n kívül a minták a következő időpillanatot reprezentálják, míg a PFFT-n belül a minták a következő, a frekvenciasávon felfelé haladó lépést mutatják. Tehát most itt összegyűjtünk 1024 mintát az időtengelyen, majd létrehozunk 1024 frekvenciasávot 0 Hz-től a mintavételezési frekvenciánk Hz számáig. Ha a frekvenciasávok szélességét akarjuk tudni, el kell osztanunk az 1024-et a mindenkori mintavételezési frekvenciával. A harmadik argumentum az overlap vektor. A Fourier transformáció eredetileg a végtelen, analóg világra lett kigondolva. A digitális világban viszont nincs végtelen jel, ebből adódik egy probléma. Nos, amikor FFT-zünk, egymás után hozzuk létre a frekvenciasávjainkat, az előző példánál maradva először az első 1024-est, majd a másodikat, harmadikat, stb. Minden egyes alkalommal kitépünk egy szeletet a jelből, és akkor a frekvenciasávunk elején és végén zaj keletkezik. Ahhoz, hogy ezt minimalizáljuk, egy úgynevezett overlap technikát kell alkalmaznunk. Arról van szó, hogy ablakfüggvényeket használunk, melyeket egymásra pakolva csökkentjük a frekvenciasávunk két szélén megjelenő zajt.
Az ablakfüggvénynek különböző típusai vannak, például a hen vagy a black man. Az elején érdemes a default 2-est használni, ez sok helyzetben elegendő. Visszatérve az eszközhöz, ezen a felületen láthatjátok a frekvencia sávokat, amit ez az eszköz használ. Mellette egy randomizációs gombot, ez segít különböző hangzásokat gyorsan megtalálni, majd a VedRide csúszkát. Nézzük, hogy szól először egy sima zajjal. Rózsazajt fogok használni, ennél ugye az összetevők hangerejének eloszlása a frekvencia reciproka, tehát minden oktáv azonos zaj energiával rendelkezik. Szép, különlegesen hangzó akkordokat tudunk létrehozni vele. Jól működik dobokon. Pulzáló basszuson. Vagy akár egy szinti basszuson. A pedeket színezni tudjuk vele. Bizonyos esetekben a komplexebb jeleknél is jól jöhet. A következő eszköz a Max for Life Building Tools egy másik darabja, a Spectral Delay. Ez az effekt 256 sávot használ, de késleltetni tudja őket, tehát az időtartomány helyett a frekvencia tartományban hoz létre késleltetést. Ez tehát azt jelenti, hogy mind a 256 frekvenciasávra külön-külön tudunk késleltetési időket, illetve visszacsatolási értékeket beállítani. Itt meg tudjátok határozni, hány darab sávot akartok használni. Megnyitva a fő patchet, itt látható a PFFT-ben lévő all patch,
Ez már bonyolultabb, a delay line programozása bonyolítja. Ez is érdekes eredményeket ad más-más forrásfájlokon. A kísérletező kedvűeknek ajánlom. A következő eszköz a Spectral Blur. Ezt a Creative Extensions nevű packben találjátok meg. Ez az effekt reverb-szerű hangzásokat és textúrákat hoz létre, félúton van a granuláris szintézis felé. Itt be tudtok állítani egy frekvenciasávot, melyen belül jön létre a sűrű hangfelhő. A Halo csúszka a granulátumok hosszúságát szabályozza, a residual csúszka a nem processzált jel hangerejét állítja, a freeze pedig befagyasztja a hangot. Jól használható hegyesen szűrt effektekre, ekkor keskeny sávszélességgel, vagy arra, hogy a hangotokat szétszórjátok a spektrumon belül.
Végül itt van a Spectral Harm. Ez ugyancsak a Max for Life Building Tools darabja. Ez az effekt tartalmaz egy harmonizert, melynek a lelke a gizmo tilde. Ez az objekt FFT alapon valós időben transponál. De itt nem csak transponálni tudunk, hanem sztereóban késleltetni tudjuk a transponált jelet. Különböző beállításokkal finom hangolni és eltúlni tudjuk a kiválasztott transponálási értéket. Ráadásul van visszacsatolás is, tehát a transponált jelet késleltetjük, majd ezt visszaküldjük az effektbe, ami megint eltranszponálja, ami megint visszamegy az effektbe, és így tovább. Ilyen módon kapunk egy késleltetett arpeggiátort. Feltételezem, hogy ez sokatok számára új terület, de remélem sikerült bebizonyítanom, hogy mindenféleképpen érdemes vele foglalkozni. Három dolgot szeretnék mondani búcsúzóul, iratkozzatok fel az MPV YouTube csatornájára, vigyázzatok magatokra, és örömteli percselést kívánok, sziasztok!